köszöntöm mindazokat, akik megtiszteltek, hogy tulajdonképpen nem tudom, hogy mennyire sikerült érdekesnek vagy érdekfelkeltőnek a meghívómat ugye előállítani. Én remélem, hogy olyan dolgokat fogok ismertetni, ami hasznos lehet mindenki számára, és már is nagyon sajnálom, hogy tulajdonképpen ugye, mint ahogyan sokszor máskor is, ugye az érdektelenség az most is megmutatkozik. Ezért arra kérek mindenkit, hogy hát egy ember az kevés, kettő az már kettő, ugye egy pár, három az már lehet sok is, azért itt annyian vagyunk, hogy gondolom, hogyha mindenki elmondja a 4-10 embernek, akkor ugye az már 100, ha az elmondja tovább, akkor az 1000 is, és így tovább elterjedhet. Nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni a videó felvételem, de hogyha valakit majd érdekel, akkor természetesen ingyenesen kaphat ebből, hogyha ad egy DVD-t, arra szívesen átmásol. Kérem szépen, ezt az előadásomat három részre fogom tagolni. Az első bemutatkozás lesz, amit körülbelül 10 percre szállnak, a következő az pedig tulajdonképpen az a mondani való, amiért én meg szerettem volna tartani ezt az előadást, ugye hát bővebb körbe, majd ez kiderül, hogy miért mondom ezt. Ahogyan sikerül, úgy sikerül, tartottam már 3 embernek is előadást, tartottam 1000 embernek is előadást, tulajdonképpen számomra 60 évesen ez már nem sokat jelent. Ugye korábban az ember idegeskedett, amikor fiatal volt, de ebben korban már sok mindenhez hozzászokott. Én ezt már először szeretnék bemutatkozni. Sokan vannak itt ugye, akikkel a gyerekkoromat is együtt töltöttem, ugye mindenki úgy ismer, ahogyan akkor elváltunk. Hát azóta nagyon sok dolog történt, ugye vannak korai élő emberek, vannak később élő emberek, hát úgy látszik, én valahogyan később élő ember voltam, annak ellenére, hogy már gyerekkoromban is mondjuk az alkotó tevékenységgel az nagyon hamar kiderült. Hogy miért kell bemutatkoznom? Azért kell bemutatkoznom, hogy először is azt szeretném látni, hogy tulajdonképpen Balcson egyáltalán nem volt ismert, holott csak az utolsó 10 évben számottevő munkásságunk van. Tehát ezek közül szeretném bemutatni, amit le fogok rövidíteni. Ugye a tudományos és kutató munka mellett számottevő irodalmi hát, alkotásom is van. Itt csak bemutatom egy pár mond gyorsan, mielőtt előttem lekapottam a könyves polcomból, ebben az antológiában jelent meg egy munkám, továbbiakban ebben az antológiában, ez egy önálló kötet, ebben az antológiában jelent meg munkám, és itt szeretnék elmondani, tehát a költészetemben nem nagyon akarok foglalkozni, de bárki megnézheti az internetre, hogyha nevemet belül úgyis, vagy a Magyar Elektronikus Könyvtárban egyelőre 14 művem van fent, mindegyik mű az körülbelül 200 oldalas, 14 van fönt, 80 van elküldve, és senki nem hiszi el, körülbelül 1000 kötete van, amit bármikor meg kell jelenteni, tehát otthon van. Tehát ilyen 1000 kötetes, szempontból ilyen szempontból 1000 kötetes író vagyok. Azzal szeretném a munkásságról lezárni, hogy amikor egy csepeli munkásköltők gyűlésére meg voltam hívva, és leültünk egy nagy kerek asztalhoz, és ott mindenkinek be kellett mutatkozni, akkor volt, aki azt mondta, hogy hát nekem 25 verseny volt, tapsoltak, nagyon dicsőítették. A következő azt mondta, nekem 200 verseny van, nekem akkor volt már körülbelül 15 ezer, hát mondom, a 15 ezerből mennyit mondjak, annyit mondta, hát nekem van 1-2 ezer verseny, erre mindenki kiröhögött is. Tehát ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy valahogy, ha valaki sokat tud alkotni, nem jó, vagy nem szabad ugye kinyilatkoztatni, hogy tulajdonképpen minek a birtokában van, mert ez a tapasztalat. Tehát az irodalmi munkásságomat bárki megnézheti az interneten, ugye hamarosan több kötet is fölkerül. A következő, és ezt azért hoztam, mert a Szigetvári Zényi Miklós Gimnázium 50. évfordulójára kiadott egy jubileumi kiadványt.
Kérem szépen, ebben a könyvben két oldalt kaptam, ide egy oldal az önéletrajzom és a munkásságom. Nagyon sajnálom, hogy nem Barcs valamelyik kiadványába került, nem lát a sorsát, senki nem kerülheti el. Utána az általam felfedezett fantommechanikai elektronszerkezeti periódusos rendszer van két oldalon, hát amit az egyik legjobb diákom tulajdonképpen írt le, ugye, tehát közvetve nem az én cikkem, amire elkerült. A következő nem, ugyancsak a Kultúra lovagrende évkönyve, mivel a Magyar Kultúra lovagrende címet megkaptam, van benne a munkásságomról és bizonyos eredményeimről egy oldal. Ezen kívül most kimondottan a tudományos munkásságomról szeretnék, hát egyet-kettőt hoztam, csak el higgyék el, hogy ennél sokkal több van. Ezt lekaptam, mert eljöttem, hogy valamit mégis tudja mutatni, prezentálni. Ez a 21. kémiatanári Pécsen volt 2004-ben, van később is. Ebben két oldalt kaptam, és ezt csak majd mindjárt megmondom, hogy miért hoztam el. Ennek az a címe, hogy 0 forintból laboratórium. Tehát nulla, most ezt azért mondom, hogy 0 forintból, mert tulajdonképpen olyan dolgokat tudok produkálni, ami nagyon olcsó, nagyon praktikus dolog. Azt el kell mondani, hogy az 5-ös órán tudomány egyetem a kísérletet elvégezte, amire van ide írva. Nem akarom itt elmondani, ezt tulajdonképpen maga ez a nagyon egyszerű kísérlet, hogy 0 forintból lehet előállítani. Tulajdonképpen kísérlet és egy ipari példa is együtt, sőt, sok elméletet is takar. A következő, ami már sokkal érdekesebb, ez 2006-ban a kutató tanárok tudományos közleményeivel jelent meg. El kell mondani, hogy a legtöbb oldalt kaptam. Most nem volt valaki félreértse, hogy dicsekvésből mondom, ugyanis úgy szerettem volna kezdeni az előadást, hogy nagyon sajnálom, hogy csak én állok ki és én merek kiállni, hiszen Magyarországon merem állítani, hogy több száz, hanem ezer ugyanilyen ember van, aki kiállhatna és ugyanezt elmondhatná. Tehát tessenek úgy venni, hogy nem egyedül vagyok, hanem többen vagyunk, aki ezt ugyanezt elmondhatná, amit én elmondok. És ugyanígy periférián van, mint ahogyan én. Ezt onnan tudom, hiszen a konferenciákon, kiállításokon, egyéb helyeken azért, hogy valahogyan összesorolódunk. Tehát ebben szintén van egy önéletrajzi rész, és kérem szépen, ide vannak felsorolva, tehát diákmunkák, tanári munkák, itt például a víznél nehezebb testek kiemelése, amit mikor volt az atomreaktornál probléma, most nem akarok ebben mélyebben belemenni, ez oda lett kidolgozva, és kérem szépen elfogadták. Ez egyébként országos, tehát a tanulóim, akik ezt ugye előadták, kiemelt országos nagydíjasok lettek, itt például a vízmontókészülékek építése, periódusos rendszeren, ugye ezt óvodáskortól lehet használni, itt van az óvodások részére kidolgozott, és az egyéb hát, dolgok, ugye szélerőmű másképpen, és itt van felsorolva a fontosabb újításai, találmányai és kutatási területeim, ez mintegy 120 vagy 130, ami ide fel van sorolva, tehát ezzel csak azt akartam elmondani, hogy kérem szépen, mint ahogyan esetleg valaki gondolja, tehát megfelelő tudás birtokában vagyok annak, hogy amit kijelentek, annak van bizonyos háttér. Na hát most talán azzal fejezném, remélem, tényleg is előadásodat átérni. Ugye ezekben is benne van, hogy 1974-ben Barcsonttal labort létesítettem, a vegyi anyaggyártó szakmai oktatásban vettem részt, 1982-ben évi 20 millió termelési értékkel fóliózót terveztem és létesítettem, a beindítás mellett tanfolyam keretében közel 100 dolgozót képeztem ki ingyenesen a műanyagfeldolgozó szakmára, ez a nagyerdei üzem volt. Na most, hogyha valaki azt gondolja, hogy egy 3 milliós üzemből 20 milliós üzem csak úgy lett, az nagyon téved,
most mielőtt ide jöttem, bementem, és lekaptam egyetlen egy kötetet, egy ilyen kötetet, kérem szépen, minden meg van őrizve, természetesen nem akarom kivenni, ezt azért mutatom, amit itt tetszenek látni, ez a Barcsi műanyag üzemre beadott újításainak egy rész. Tehát ami itt van. Utána meg lehet nézni, rajzokat, számításokat, minden. Tehát a Barcsi műanyag üzem annak idején kimondottan a 3 milliósról, 20 milliósra ezek által tudott előrelépni. Ugye hát most nem akarok belemenni azokba a műszaki megoldásokba, amikre dolgoznak. Az viszont megemlíteném, hogy hát ugye bizonyos változások bekövetkeztek, ilyen munkásság mellett mégsem élettem Bars kegyertje, sőt, ugye nemhogy kegyertje lettem volna, hanem egyre jobban éreztem a kitaszítottságot. Erről nem akarok beszélni, megfogadtam, mert politikai sikra meg ilyen dolog, ha nem akarok elmenni, hogyha valakit majd érdekel, nagyon szívesen elmondom. Most kérem szépen. Amikor tulajdonképpen, hát egy operáció miatt 10 évvel ezelőtt, ugye, amikor már Budapestre akartunk költözni, mégiscsak Barcson maradtam, úgy látszik, hogy a sors így akarta, és ezt el kell fogadni, bár különösebben hívő nem vagyok, de hát, hogy egyszer így rendelkezett a sors, akkor nem tudok mit csinálni, nem Barcsra kerültem, hanem Szigetvárra kerültem tanítani, tehát 10 évre tanítottam Szigetváron, előtte 5 vagy 6 évet Budapesten, 2 középiskolában, körülbelül 2,5 ezer diákot tanítottam Budapesten egy év alatt, ez szinte hihetetlen ugye két iskolában, de reggel 8-tól este 10 óráig, meg még különböző tanfolyamokon. Na most, hogy élekerültem Barcsra, hát már lehetőség mennyire vannak, nyugdíjas lettem közben, illetve most leszek holnap után nyugdíjas, és hát hogyha egyszer az ember Barcson született, itt nevelkedett, én Barcsot mindig is magaménak éreztem, hiszen az, aki itt született Barcson és a gyerekkorát itt érte végig, a drága rinya szögletébe, három szögletébe, azokkal a gyerekkori emlékekkel, ugyanis akkor sokkal mélyebb emlékeket hagyott bennünk az az időszak, mint a mostaniakban, hiszen ma a számítógép hagy emléknyomokat az emberekbe, akkor meg az a környezet, ami bennünket ugye körülvett, hiszen a békacon sütéstől kezdve, nem is akarom felsorolni, az egy egészen más emlék, az utcák, stb., ami kötődéshez vezet. Hát ezért van az, hogy mi jobban kötődünk ma is ugye a szülőföldünkhöz, mint azok, akik más emlékképekkel, emléknyomokkal ugye kerülnek esetleg máshová vidékre. Na mostan, számottevő tudományos és kutató munkám volt, ezért az, amit körülbelül 1000 oldalról összefoglaltam, ebből készítettem egy 10 oldalas tanulmányt, és most tulajdonképpen ezt szeretném ismertetni. Én kérem, lehetőleg igyekszem, hogy ne kapjon el a hív, hogyha esetleg olyan kifejezést mondok, amit esetleg most nem akarok mondani, elnézést kérek, ha idegen szavat használok, akkor természetesen meg fogom magyarázni, hogy mit jelent, és nekem nem célom senkit sem minősíteni, ez is a célom, de arra mindenkit megkérek, hogy természetesen a saját belátása szerint lehet minősíteni mindenkit. Természetesen elítélni nem kell, én se ítéltem el senkit sem, csak egyszerűen nem értek bizonyos dolgokat, és úgy látszik, hogy nem is fogom tudni ezután ezt megérteni. Miután a találmányaimmal annyit elárulok, hogy ezt ugye még különösenképpen nem mondtam el, egy angol kolléganőm ennek egy rövidített változatát lefordította már tavaly, és szondaképpen körülbelül olyan közel, majdnem egy tucat nagykövetségen próbálkoztam magyar és angol nyelven, hogy esetleg kell olyan ember, akivel van, mit tudom, ilyen ambíció. Azt el kell mondani, hogy egyedül az osztrák nagykövetség válaszol bizonyos szinten, amiből nem lett kapcsolat. Aztán még azt is el kell mondani, hogy például az angol nagykövetségre be se engedtek, meg ilyen dolgokat, holott igen komoly kapcsolatrendszert próbáltam kialakítani. Ezután határoztam el, miután ugye ismertettem ebbe is több olyan
találmányi szintű, teljesen találmányi szintű kutatási eredményei voltak, például a paksi atomerőműben, most nincs itt dokumentumok, amit akár alkalmazni is lehetett volna, majd hogyha végig valakit az is érdekel, hogy a vízén nehezett testek felszínre hozása, nagyon egyszerű eljárás, ugye el is fogadták, és hogy azt alkalmazták-e vagy nem, sajnos ezt nem tudom, az is lehet, hogy az is lehet, hogy nem. No, már miután tulajdonképpen sehol nem tudtam semmilyen pályázaton pénzt szerezni, ezért elhatároztam, mint egy utolsó lehetőségképpen megfogalmazta az úgynevezett humán ultimátumot a magyar állam részére. Most kérem szépen, én ezt szeretném felolvasni, ezt a humán ultimátumot, közben egy-egy gondolatot fogok majd azért hozzáfűzni, és remélem, hogy persze lesznek itt is olyanok, mint ugye itt volt a Molnár Károly kutatásfejlesztési miniszter úr, aki egyébként kapott levelet Barcson, ahova nem kaptam meghívást, de mégis oda eljutottam, és hát ugye én beszélgettem vele, és hát sajnos ugye azt mondták, hogy semmilyen lehetőség nincsen. Hogy miért nincsen lehetőség, majd azért itten ki fog derülni egy-két dolog. Jelen levelet egyidejű postázással, illetve átadással kapják. Sólyom László köztársasági elnök és a Bölcsek Tanácsa 10-11 Budapest Szentgyörgy és stb. Ezt nem mondom el. Magyarország gyűlés dr. Szili Katalin, Molnár Károly tudománypolitikai kutatásfejlesztési tárca nélküli miniszter, Orbán Viktor Fidesz elnöke, Jobbik Magyarországért mozgalom, Somogy megyei közgyűlés, Bars polgármester hivatal és a Európai Unió Kutatásfejlesztési Bizottsága. Valamint a Magyar Távirati Iroda. Tehát ezeknek küldtem el egy időben átadással, illetve postázással ezt elve. Majd a következőt írja le. Tekintettel a magyar állam síralmas gazdasági helyzetére, amely egyértelműen bizonyította a mesterségesen kialakított gazdaság és politikai vezető elit alkalmatosságát, hívom fel a figyelmet, hogy van egy kiszorított, eddig félrevetett réteg is, akik a hazai érdekében bizonyítani szeretnének. Önök már bizonyították, engedjék végre szóhoz jutni az az érvényesülő másik felet is. Zárójelben a megalapítása hatalmat gyakorló sikertelen egyikre vonatkozik, mert természetesen hát ott is vannak azért olyan emberek, akik akarnak tenni. Az lenne baj, hogyha nem így lenne. Vállalói Károly kutató tanár vagyok, szükség esetén életrajzok részletesen megismerhető. Mi az, amit én tudok felajánlani? A tervezet megvalósításához a létező, jelenleg érvényben lévő pályázati formában is megvalósítható keretek biztosítását kérem, kizárólag vissza nem térítendő támogatási formától. Hogy miért nem a pályázati formát választom? Messze menő politikai, anatómiai keresztmetszetet kéne adnom, ettől inkább eltekintek, mivel a cél megvalósítása érdekében ennek nincs jelentősége. Barcsnak, ezen keresztül Magyarországnak, expandálva, azaz kiterjesztve az Európai Uniónak, a világnak a 21. század technikáját ajánlom fel. Itt minden magyar találmány, magyar termék, magyar előállítás, tervei ismertetése, első fázis. Az ultimátum lejártáig a magyar államtól, hogy milyen formában ezt önök döntik el, hiszen több ezer jól fizetett ember foglalkozik ezzel a kérdéssel, 1 millió forintot kérek egy munkacsapat létrehozására. A munkacsapat egy szigorúan általam kiválasztott, velem egyik 13 fős tagból áll. A 12 fő magyarországi egyetemeken, főiskolákon tanulók, esetleg már kutató intézetekben dolgozó egyénekből kerülnének kiválasztásra, kizárólag szakmai szempontból, összetétel vegyész gépészmérnök, illetve határterületek, közgazdász, marketinges szakember. Ennek a munkacsoportnak ismertetném a részletes munkatervet, akik titoktartási nyilatkozatot írnak alá. Ezt követően a magyar állam részére már a munkacsoport tesz nyilatkozatot. A magyar állam saját maga állít fel egy bíráló csoportot, aki meghallgatja az általa felállított munkacsoport döntését. Ha az általa felállított munkacsoport úgy dönt, teljes felelősségének kinyilatkoztatásával, hogy az általam ismertetett terv nagy volumenű, arra gyárak építésével több ezer, akár több tízezer munkahely létesíthető, akkor ezt az állami bíráló csoportnak el kell fogadnia a bérlegelés nélkül és a terv megvalósításához állami és EU-s pénzek folyósítására biztosítását el kell indítani.
az általam kiválasztott csoport úgy dönt, hogy az általam ismertetett terv nem valósítható meg, illetve annak nincs meg a szakmai háttere, akkor a terv nem valósul meg, és én a magyar államnak visszafizetem az 1 millió forintot, mint egy korrektségemet bizonyítva. Ha az elfogadás megtörténik, akkor kezdődhet meg a tényleges, a már általam kifejlesztett találmányok további kutatási-fejlesztési fázisa, valamint a szabadalmaztatási eljárás megindítása. Ezzel együtt üzemek létesítése. Ez lenne a második fázis. A második fázisban egy a magyar állam által delegált fő beléphet megfigyelni a munkacsoportunk működését, de csak kizárólag a folyósított pénzek szakszerű törvényes felhasználásának megfigyelése érdekében, aki rendszeres jelentést is küldhet. Az első fázis, azaz a munkacsoport létrehozásának ideje egy hónap. A magyar állam megkezdi az esetleg több milliárdos terv megvalósításához a vissza nem térítendő pénz folyósítását. Mit garantálunk mi a továbbiakban? A második fázisban azonnal megkezdjük a három kiemelt találmányunk közül az első gyártásba vitelét, és a második kettőnek a további kutatás fejlesztését. Második fázis. A második fázis fél évig tart, ezen időszak alatt kell a leghamarabb gyártásba vihető találmányomat, amelyet permeteződik család, a mérnöki munka, a szabadalmaztatás, hatósági eljárás, gyártásba vitel kidolgozását elvégez. A permeteződikben a világon a legkorszerűbb, leghatékonyabb, a legkönnyebben kezelhető, ami a mai világszínvonalú termékektől elvárható. A permetezőgépben felhasznál minden elv külön-külön már ismert és használt, de összességében még nem alkalmazott. Felmérésem szerint minden eddig ismert permetezőgépeknél felmérő hibát kiküszöböl, hatékonysága, kezelése felülmúlja ezt. Ez nem egy nem végleges prototípus kipróbálásra kerül. A permetezőgépgyár 100 ezer fős üzemben nőheti ki magát. Minden hozzá szükséges anyag Magyarországon beszerezhető a felmérésen alapján, illetve a forgalmazott eszközök kis átalakítatásával beépíthető. A kivitelezés egyszerű összeszerelési munkát igénye. További fejlesztések, mikroáramkörös szabályzástechnika, az eszköz lehet kéz, illetve bármilyen gépre járműre felszerelhető, súlya 100-tól 1000 gram, és ehhez jön a permetezőszer mennyisége. A második fázisban kezdődik meg, azzal szinkronban a második lényeges találmánya a Várai féle generátorok, ez is egy család, további kutatási fejlesztési munkája. Annak szabadalmaztatása, az ahhoz szükséges gyártócsarnokok létesítésének kidolgozása, kidolgoztatása. A generátorok ismert fizikai jelenséggel dolgoznak, melyek eddig ilyen irányban nem hasznosítottak. A generátor minden mozgásból képes elektromos áramot előállítani. A generátor készíthető zsebben hordozható pár wattos mérettől megawattos erőművekig, pontosan ezt teszi lehetővé akár 5000 fős üzem létesítését is. Fejlesztés irányok, elektronikai szabályozás, szerkezeti anyag kiválasztása, kiemelem, a generátor alkalmazható bárhol, ahol víz és mozgás van, bármilyen kis mennyiség is legyen az. A gyártásba viteli idő kb. Egy év, melyet természetesen a második fázistól számítunk. Ez azt jelenti, hogy az első fázistól számítottan egy év múlva gyártani kell a terméket. A termék gyártása a szükséges kapacitások, fröccsöntő technológia, műanyagfeldolgozó, egyéb technológia, például a PVC-ső feldolgozás, poliészter feldolgozás. A továbbiakban máshol előállított szerkezeti elemek összeszereléséről lenne szó. További fejlesztési irányok, generátorok, szerkezeti anyagok, elektronikai szabályozás. A kutatófejlesztési munkába vonnám be azon kiemelkedő munkát végző tudományos diákkörös diákjaimat, akik erre a feladatra a munkájukkal már alkalmasságukat bizonyították. Iskolai képzésben a kapcsolat kiépítésével a következő szakmai igény merül fel. Szakmunkás szinten, műanyagfeldolgozó, szerkezettakartós, összeszerelő, stb. Középszinten, gépész, vegyész, energia, vízgazdálkodás, marketing, stb. Felsőfokon, villamos, gépészmérnök, stb. Ezt azért jól lemelt a tanévhez igazítottam, Barcsa milyen irányú szakképzést intenzívebben lehetne beindítani és újraindítani. A generátorgyár beindításával a gyár Magyarország kiemelt és meghatározó szereplő termelő egységé válna, kiemelve még egyszer a miértet. A generátor tehát zsebben használható mérettől megavattos nagyságrendi. Ezért minden egyedi ember igényelheti, a kisebb generátor családok, falvok, városok, ha megvan a feltétel. Nagyobb méretben, ha megvan a feltétel, vállalkozások, országok, stb.
Az egyedi igények szerint több milliós darabszámmal lehet számolni. Megjegyzem, hogy bizonyos elemeket külső beszállítók állítanának elő, ezért a még nem késő, több csőd előtt lévő más magyar vállalkozás is megerősödhet. A külső beszállítói lehetőségeket interneten már felmértem. A generátorok teljesen környezetkímélőek. Harmadik fázis, ebben a szakaszban kezdődne meg a generátorok tényleges üzemszerű gyártása. A gyártás három ágra tagolható. Első lépésben nagy darabszámon nevezik úgynevezett mini zsebben hordozható generátoroknak, melyekből több millió kerületne gyártása, főleg műanyag feldolgozó fröccsöntési eljárást igénye, a beszerzett alkatrészekkel történő összeszerelő munkát. Itt említem meg, hogy a gyártelep nem lehet már meglévő egységekben, és nem különülhet el, legalábbis induláskor. A második lábban úgynevezzük például a maxi erőműveknek, mert egy kilovattos tartományra, a harmadik árban nevezzük makrogenerátorok kerülnének legyártása egy 500 kW felettiek. A harmadik fázisban kerülne a második fázisban, ha már általam kidolgozott hóbanomotor továbbfejlesztett változatával prototípusának elkészítése. Negyedik fázisban kerülne sorozat gyártása alkalmas APFA elektromos hóbanomotor típusának kifejlesztése. Ez a hóbanomotor lesz az eddigi legtökéletesebb, melynek szennyezőanyag kibocsátása nulla, vagy a jelenlegének maximum 5%-a. A kísérleti stádiumban a legalkalmasabb szerkezeti anyagok kiválasztása, a vezérlő elektronika kidolgozása, bizonyos egységek optimális működésének kidolgozása a legfontosabb feladat. A robbanomotor ezen a területen paradigmaváltást eredményez, az azt jelenti, hogy merőben teljesen új generáció kerülne kialakításra. Ennél tökéletesebb környezetkímélő megoldás jelenleg nincs, azaz nincs tudomásom, hogy valahol valamilyen szépben esetleg ugyanez már megtalálható, hiszen más embernek is lehetnek hasonló gondolatai. Tehát az általam már kifejlesztett egyszerű működő modell továbbfejlesztéséről van szó. Szakember szükségletét bővül, sőt az egész világon az oktatás is nekünk kellene megszervezni. Megjegyzem, ez is egy család, több megoldás létezik. Csináltam egy diagramot az egyes fázisoknak az elindításáról, illetve hogyan lehet. Tehát lehet dönteni. Első variáció. Na mostan kérem szépen, nehogy valaki azt mondja, hogy valakit ezzel ki akarok kezdeni, mert nem erről van szó, mert tessék jó figyelni. Somogyi Hírlap 2009. február 12-ei számának a 15. oldalán jelent meg 6 milliárdos tengerpart Barcson, tehát 6 milliárdos beruházás, ami jelenlegi tudomásom szerint már 10 milliárd körül lehetne, hogyha kapnának rá Európai Uniós támogatást. Tehát 6 milliárdos tengerpart, luxusszálló Barcson, 168 szoba, gőzparlang, majdnem egyoldalas cikk. Tehát erről szól egyoldalas cikk, még más, sokkal lényegesebb dolgokat figyelemesek vesznek. Megjegyzés, Barcson a legnagyobb a munkanélküliség, már országos viszonylatban, lassan minden gyár üzem bezárt, kisvállalkozások tucatnyai mennek tönkre. Második variáció, vagy én a polgári gondolkodásommal, mint alkotó tevékeny ember, terveinek megvalósításával több ezer, később több tízezer munkahely létesítése, Bars központra az egész ország fölvilágoztatása, Európa egyik szellemi bölcsőjévé válni, a világon vezető szerepet szerezni, az abszolút környezetkímélő Városi-féle APFA elektromos motorokkal és erőművekkel, vagy újabb 6 milliárdos beruházásokkal nem polgári gondolkodást tükröző tengerpartot imitáló luxusszállókat építeni, amely 50 fős barcsi kiszolgáló személyzetet igénye és pár száz ideérkező luxusra éhező gazdag igényeit elégíti ki. Tessék, lehet választani, de itt is megjegyzem, azért mondtam, hogy ne korán ítéljünk, a harmadik variáció vagy mind a kettő, nyilvánvaló, hogyha valaminek megvan a megfelelő gazdasági háttere, van munka lehetőség, akkor nyilvánvaló, hogy lehet luxusszálló is, mert miért ne lehetne. Utolszó, kérem, én semmi más nem tettem, csak megfordítottam a jelenleg pénzpocsékoló, pénz elfecsérő, szétszóró, nem hatékony módszer, ugyanis most a magyar állam szolgálói halásznak bármilyen módon pályázókra, és ők döntenek arról, amit át sem látnak teljességében. Ugyanis kérem szépen, arról van szó, hogy a pályázatokban nem kell leírni konkrétan, hogy ez hogyan működik, ez nem is várható el, hanem csak egyszerűen írnak egy pályázatot, hogy én ezt akarom, és ez alapján elmondik.
és valaki emiatt kap, mit tudom, 500 millió forintot, 1 milliárd forintot, 50 millió forintot. Tehát nem tudja azt, hogy miről van szó, aki eldönti. Ezt azért írom le, mert hiszen ez volt az egyik feltételem, hogy fölösleges leírni az, amit nem tud az, aki eldönt, hogy miről van szó, akkor miről dönt. Tehát csak olyanok kaphatnak abból a pénzből, nem írtam le, idézőjelben benne van azért, hát aki valamilyen úton módon már előről, hátulról, merve, ilyen olyan kapcsolatok révén oda jutnak. Mert egyébként miről dönt? Hát nem tud dönteni arról egy csoport, egy marketing csoport, amiről nem is tudja, hogy az micsoda. Ugyanúgy lehet kamuzni, hazudni, hogy kérem, 1000 főt fogok alkalmazni, 500 főt, ezt tudja, és a végén a pénz szétfolyik, és nem valósul meg semmi. És nem tesznek le kauciót, mint ahogy én ugye elmondtam, hogy akár kauciót is leteszek. Nyilván valahogy, ha tetszenek emlékezni rá, akkor nem véletlenül írtam be. Ilyen Magyarországon, akik pályáztak, senki nem írt le. Tehát pályáznak, kiemelni még egyszer, minden érintettnek írt levél, egy nemzet vagy nemzetek szolgálatára jött létre, például a Magyar Államalakulat vagy EU, ennek keretében jelenleg politikai érdekeltség uszáján szóródik szét a pénz. Tehát ennyi a politika, és nem akarok belemenni. Második pontom, az én ellenem szerint, ha végre született egy olyan alkotó szellem, mint én ezt éppen nem kísérni akarom magamat, de hát sajnos ilyen emberek is születnek és vannak, akiknek ez egy kegyetlen sors egyébként, tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy ezzel nagyon lehet, tehát ez egy valóban egy kegyetlen dolog, hogyha az embernek ilyen dolgai vannak, hiszen tetszenek látni, hogy csak küszködés az élet, tehát hiába van, hogyha nem tudja az ember érvényesíteni. Most ez egy más kérdés, hogy miért nem, ebben nem akarok belemenni. Akkor a szolgálóknak, minisztereknek és azok apparátusának ki kell szolgálni a nemzet vagy nemzetek felemelése érdekében az alkoholó feltaláló egyét. Érezzék neki, csak annyit szeretnék elmondani. Ha van egy iskola, vannak tanulók, és csak oktatnak, átadják a diáknak, hát az megy, de minek? Minek? Tessenek megérteni a következő momentumot. Az iskolának is az a feladata, hogy ki kell emelni azokat a diákokat, akik többre képesek. Hiszen azok lesznek azok a diákok, nem akartam mondani, az úgynevezett, majd erre még kitérek egy-két gondolatba, a demiurgoszok, a teremtő erők. És hogyha egy országban a teremtő erő nincs megbecsülve, akkor az az ország előbb-utóbb elveszik. Majd a teremtő erőre még visszatérek egy pár gondolattal. Na mostan azért írtam le, hát nem az a teremtő erőnek kell menni, koldulni a több ezer, tízezer fős apparátushoz, hogy tehát már kapjak valamit, amikor én egyedül vagyok, ti meg ott vagytok tízezren, és nekem kell menni koldulni. Tetszenek érteni a dolgokat? Tehát meg kellene fordítani a dolgokat, mint ahogy ugye nyugaton már ott vannak, nem értenek hozzá, de azért igyekszenek beszikkázni, fölkapni azokat az embereket, akik teremtő erők. És ezzel tudja fenntartani önmagát. Egyébként ez lenne az élet rendje. Mivel nem így történik, ezért korcsosodik, degradálódik, kiemelten a magyar fejlődés innováció. Kérem szépen, itt annyit szeretném mondani, hogy Magyarország már 5 év óta az utolsó helyen áll, amikor az első között áll például az innováció szempontból világviszonylatban, azaz a fejlesztés, a tudomány, kutatás, a beadott találmányok szempontjából. Nem kell itt szépíteni, ez az igazság. Nincsen, gyakorlatilag leállt minden. Holott az első volt, hogy világviszonylatban. És ma az utolsók vannak. Bulgária megelőzött bennünket. Már azt hiszem az volt az utolsó. Amikor garanciát adok az 1 millió forint letétbe helyezésével, ezt követően ne kételkedjenek a terve megvalósításában, az viszont látni kell, hogy pénz nélkül egy ilyen nemzetgazdaság stratégiáját is meghatározó terv nem valósítható meg. Hogy miért vissza nem térítendő támogatást kérek, ez megint politikai kérdés lenne, eltekintek, de zárójelbe. A rendszerváltáskor és azóta számolják ki, hány ezer milliárd forint került vissza nem térítendő támogatásként kifizetésre, tehát lehet, hogy nem tudják, de vissza nem térítendő, több ezer milliárd forintot adtak ki embereknek Magyarországon. Vissza nem térítendő támogatásként. Hogy hozzálék üzeme, kastély fejlesztése, saját halastruktúra, stb. Tehát
visszajött kifizetésre, akkor megértene. Igen, és mi lett annak a hatékonyság eredmény? Ennyi politika. Negyedik pont, minden érintett érezze a magas fizetését a szolgálatot, egyébként a miniszter azt jelenti, hogy szolgálni, tehát itt, ha valaki azért mondtam, tehát a miniszter az nem azért van, hogy a saját vagyonait gyarapítsák, és nem, mondom, nem akarok politizálni, csak azért, hogy legyen a miniszter, az azt jelenti, hogy szolgálni, ugye, minisztrálni, ugye, szolgálni, tehát szolgál. Most gondoljunk el, hogy maga a név már mennyire nem fedi a valóságot, de nem azért mondtam, hogy nem akarok belemenni, mert hogyha belemennék, akkor mondta, nem szeret, nem akarok erre a témára rámenni, mert na. Tehát minden érintett érezze magas fizetését a szolgálatot, és tegyen tervei megvalósításáért, hiszen nálam ez csak óvó teremtő erő van, és semmi más, az az óvó eredendő, tehát ugye születő út, tehát eredendő. Ötlet van, és semmi pénz. Az érintettek feladata egyébként nem más, mint a társadalom által előállított befolyt pénzek újraosztása nemzet, illetve nemzetek érdekében, ugye most az Európai Uniót be kellett vennem, azaz nem az én kötelezettségem a lobbizás, amire nincs is kompetenciám, azaz képességem, és ez fölösleges is, hiszen mi értelme például uniós pénzekből Magyarországon az ezredik kosárforgó tanfolyamot indítani. Kérdezik, mert sokan nem tudják, hogy kosárforgó tanfolyamokra vettek föl több milliós, 10 millió, 100 milliós összegeket Magyarországon, nem is pénzekből. Hát mi a francnak ide 1000 vagy 10 000 kosárforgó? Nem azt mondom, hogy nincs szükség rá, mert lehetne, hát végül is ez lehetne egy nemzeti kincs akármi, stb. Nos, ennyi politikai. Ötödik, amennyiben a magyar állam elutasítja jelen tervezetem megvalósítását, úgy kérem az EU illetékesét ismertesse a tervemet, azaz juttassa el minden országba, azaz felhatalmazom az Európai Bizottság Kutatás Főigazgatóságát, hogy más tagállamokat tájékoztasson ezen lehetőségről. Hozzáteszem, most már nem akarom még egyszer magat ismertetni a dolgokat, ez nem történt meg. Ebben az esetben a befogadó uniós országban valósítom meg tervemet, a már leírtak szerint azzal a változtatással, hogy a befogadó ország polgárai lesznek a további dolgozók. Hatodik pont, abban az esetben, ha egyik uniós tagállam sem tart rám igényt, úgy azt a világ bármelyik országának felajánlom, és aki befogad, oda megyek, ebben az esetben senki nem vádolhat majd hazaárulással, terrorista állam támogatásával, és sem engem, sem a családomat nem érheti retorzió. Ezt azért írtam le, mert hamarosan ugye már meg is kezdtem a kapcsolatok kiépítését. Majd még visszatérek egy-két gondolatra, ami a lényeges. Hetedik pont, miért humán ultimátum? Ultimátum azért, mert a magyar államtól és az EU-tól, azaz az érdekeltektől egy hónapon belül kérem a választ, azaz a postai feladástól számított 38. nap éjféig nem kapok határozott választ, akkor az utolsó adódik pont épp életbe, azaz Gyurcsány miniszter úr felszólításának elegettére nem érzem jól magamat a hazában külföldre és egy befogadó országba távozott. Humán azért, mert semmilyen konfliktusban nem akarok keveredni. Felajánlással Várai Károly kutató tanár készít 10 példát. Most itt szeretném elmondani a következőt. Én felolvastam, és ez a legérdekesebb, kapták Solyom László köztársaság elnök és a bölcsek tanács. Kérem szépen, nem kaptam választ. Tehát semmilyen választ. Magyarországgyűlésnek írtam dr. Szili Katalin, ugye mint az országgyűlés elnökének. A Szili Katalin írt egy levelet a civil irodán keresztül, de legalább elolvasta a levelet, mert remélem, hogy elolvasta. Az elnök asszony megbízásából tájékoztató következőkről az országgyűlés elnöke feladat és hatáskör körét az alkotmány és más jogszabályok határozzák meg, az ön által megfogalmazott terv véleményezésére, ajánlattételére nincs jogszabály felhatalmazása, ezért a megértésével bízva azt kéri, hogy tekintsen el az érdemi választók. Hát ez részben így igaz, de azért nem teljesen, mert ugye nagyon letűzheti, hogyha úgy ítéli meg. De nem az a probléma, majd a végén elmondom, hogy tulajdonképpen a következő, Molnár Károly tudománypolitikai kutatás fejlesztési tárca nélkül miniszter. Kérem szépen, őtőle kaptam egy hosszabb levelet, ahol, hát ezt nem fogom felolvasni, a lényeg az, hogy a
magyar állam így pénzt nem juttathat senki. Hát ez nem igaz, mert hiszen naponta halljuk tévében, hogy ide juttatott egy milliárd, oda megment meg ezt. Tehát azt hittem nem így, hanem a pályázati formát választ. Most elmondtam, hogy a pályázati formát miért nem lehet választani, mert semmi értelme nincs, ugyanis én azért adtam 38 napos ultimátumot, mert hogyha ide kértem volna ide egy, eltekintettem végül is, mert nem akartam nagyon hosszú elnyújtani, egy internetet, hogy megmutassam azt, hogy mire lehet pályázni és hogyan lehet pályázni, akinek van lehetősége, tessen meg megnézni, hogy hogyan vannak a pályázatok kiírva. Kérem szépen, amikor fölteszik a pályázatot, van 14-15 nap, maximum egy hónap. De egy hónap alatt egy magánember, akik amikor jogászok, marketingeseknek a szakértelmét kérik, angol nyelven bizonyos részleteket, tehát egy hónap nem, nincs, nem áll, tehát ez kevés, nincs lehetőség arra, hogy magánember. A másik része meg tudom mutatni, kérem, 40 év alattiaknak van kiírva Magyarországon olyan mecenatúra pályázat, tehát ilyen támogatott pályázat. Na most ugye a teremtő előre majd vissza fogok térni, hogyan lehet meghatározni, kérem szépen, hogy a 40 év alatti alkosson, majd azt fog alkotni. Hát ez egy beteg dolog. Ez egy beteg dolog. Nos, tehát ez a válasz volt a miniszter úrtól, közben miután már megkaptam a választ, eljött Barcsa, és miután én elküldtem a polgármester hivatalnak is, nem a polgármester úrnak, hanem a képviselő testületnek, és közben kiderült egyetlen egy képviselő nem tudott arról, hogy én ezt a levelet elküldtem. Ennek ellenére elmentem, mikor volt a képviselő testületi ülés, és minden képviselőt külön meghívtam erre az előadásra. Egyetlen egy nincs itt, ott pedig a kutatásfejlesztési miniszter úrtól megkérdeztem, hogy ugye ott is elmondtam, mint betolakodó, hogy bár nem vagyok hivatalos, de én, aki Magyarországon egyedül egy ilyen tanulmányt készítettem, Barcs jövőjéről felvirágoztatásáról, esetleg talán illő lett volna meghívni. Nem hívtak meg, hanem olyan emberek voltak meghívva, akik hát tapsoltak, bár utána engem is megtapsoltak, és tulajdonképpen semmit nem mondtak Barcs fejlesztéséről, hanem a polgármester úr átadott egy ilyen vastag dossziét, dokumentumot, ami valószínű feltételezve, hogy a Barcs fejlesztési tervét tartalmazta, de arról egy szó nem volt. A következő, az Orbán Viktor Fidesz elnökének Kuzma Lászlón keresztül juttatta meg egy levelet, aki személyesen átvette és aláírta a levelet. Kérem szépen, sem az országgyűlési képviselő úrtól, sem az Orbán Viktor úrtól nem kaptam semmilyen választ. Hát azt hiszem, ezt azért mondom el, hogy nem értem az egész dolgot. Tehát itt senki nem feladata, és majd amikor a Denyúrhoz elmegy a rá fogok egy-két gondolt elmondani, akkor már megértenek jobban, mert sajnos a Viktor összejött. Tekintettel arra, és majd most már kiderül, hogy tulajdonképpen én már se jobbik, se valik, nem vagyok, bocsánat, mert nincs értelme. Ugye elküldtem a Jobbik Magyarország mozgalomnak is, mert tudom, hogy be fog kerülni, és hát úgy éreztem, hogy majd ő. Többször felvettem interneten a kapcsolatot, interneten sem kaptam választ, a címünket sem adták meg, egyet sem, és utána végül a címünket meg tudtam szerezni, Villányi út, nem tudom, elküldtem ugyanezt a levelet, ajánlottan kérem, nem kaptam választ. A Somogy megyei közgyűlésnek Karvalics Otto helyi képviselő keresztül küldtem el, aláírták, hogy átvették a levelet, kérem, nem kaptam választ, semmilyen választ. Nem tudom, ugye azért mondom, hogy érdekes a dolog, és majd visszatérek még egy-két dologra. Balzs polgármester hivatalnak ugyanezt a levelet elküldtem, amit felolvastam, kérem, nem kaptam választ. Semmilyen választ nem kaptam. De még a Balzs fejlesztési gyűlésre sem hívtak meg. Az Európai Unió Kutatásfejlesztési Bizottsága szintén válaszolt időben, leírták, hogy így külön nem tudnak támogatni, leírták, milyen pályázati lehetőségek vannak, ami még nehezíti a dolgot, ugye, hogy hát kimondottam, ugye angol nyelvű szakmai pályázatot kellene oda is készíteni.
és azt írták egyébként, hogy örülnek, hogy van pályázat, és megadták, hogy hol lehet pályázni. Köszönöm ezeket a pályázati lehetőséget, és a Magyar Távirati Irodának küldtem el ezt a levelet, aki szintén hát nem válaszolt, és hogy hol van, vagy egyáltalán közé tették, azt nem tudom. Na most, kérem szépen, leírtam, hogy milyen munkásságom van, és elmondtam, mert lehet azt mondani, hiszen nem akarok akár Balcson, akár az országban, tulajdonképpen rengeteg pénz kifolyik, valóban úgy tűnik, mintha sarkatánoké lenne a világ. Hát annyi pénz kifolyik, és minden létesít. Hát mindenki ott a kutyaszalontól, kutyakozmetikától, mind nem akarok, mert nem akarok megsérteni semmi sem, mindenre van pénz. Munkahelyek megmentésére, olyan munkahelyek megmentésére, a kosarat vonnak, hát nyilvánvalóan, hogy meg akarják menteni, de minek kell megmenteni? És tulajdonképpen semmi nem történik olyan dolog, ami megfordítaná a dolgokat. Kérem szépen, akkor visszatérek a következő gondolatokra. Tételezzük fel, hogy most indul az emberiség. Itt vagyunk mi egy pár. Ugye vannak olyanok, akik hatalomra törekszenek, mindjárt két-három ember, mert tízig el tud számolni, lehet, hogy a másik nem tud elszámolni. Ő lesz a hivatalnok, a vezér a társaságnak. A többiek pedig dolgoznak reggeltől estig, kézzel. És nekik ezért, hogy az állam alakulat fennmaradjon, adót kell fizetni, nyilvánvalóan. Na most ugye, aztán azért már egy más kérdés, hogy aki a kezébe kulizik, meg hordja, meg szállt, meg fel, már most még képesítésről nincsen szó, ők kevesebbet keresek, mint esetleg az adminisztráció, meg a, hát a felépítmény. Mondom, nem akarok belemenni, csak egyszerű hétköznapi nyelv. Na most, gondolkodik a paraszt, azt mondja, én nem fogok cipelni, hanem föltalálom a kereket. És két botra rászerelnek egy keret. A paraszt gondolta ki, kérem szépen, ez a termelő erő. Elkezd tolni, de ezáltal mi történik? Ő már naponta nem 10 zsák buzát tud elvinni, hanem 20-at. Egy darabig megy, amíg a felépítmény rájön, hogy ezek a hülyék most már 20 zsákkal visznek. Nyilvánvalóan több adót kell fizetni. Mit csinál? Behagyja a több adót. De csak erre képes, többre nem, tehát ez nem teremtő erő, nehogy tévedésbe essen. Tehát nem ez a teremtő erő. Mi történik? Gondolkodik a paraszt. Azt mondjuk, hát most már, hogyha ennyit csináltam, kicseszünk velük, most már nem egy kerekű kocsit fogok csinálni, hanem hát csinálok két kerekűt, és tudva fogom a zárót szállítani, nehogy észrevegyük, mert már rájött, hogy nem érdemes ugye dolgozni, mert minek két kerékkel, amikor úgyis elviszi az adót. De közben rájönnek, hogy azt is megadóztatják. Megy. És utána jön az újraelosztás, ide kapunk, és ott mindig emelkednek a bérek, mert ugye több lesz a behajtás, itt meg a munka több lesz, ugye a fizikai munka korcsosodnak egyre jobban, mert hiszen az erőket kihagyják, és nem kapja vissza annyit, amennyit ugye már ő háromszorosát tehet. De gondolkodik a paraszt, valahogyan meg kell oldani, azt mondja, kitalálom a három kerekű járművet. És utána három járművet. Azt megint csak megadóztatják. Utána, hát gondolkodik már, hogy most érdemes-e kitalálni a negyedik kereket. Most azért találjam ki a negyedik kereket, hogy megadóztassanak. Csak van egy nagy probléma. Egy közösség a Földön nem csak egy közösségből áll, hanem több van. Na most mi történik? Ott, ahol már kitalálják a negyedik kereket és alkalmazzák, mi történik? Ahol csak három kerék volt, az hátrányba szorul. Na most, addig, ami utána, persze nem kell az ötödik kereket kitalálni, és ezt nem azért mondom, hogy már öt kerekű kocsi legyen, akkor majd a négy kereküt le fogják hagyni. Tehát nem erről van szó, hogy érthető a példa. Tehát addig, amíg a termelő, tehát ez az alkotó termelő erő nincs megbecsülve, addig valóban degradálódik egy társadalom, azaz elkorcsosul. Na most kérem szépen, itt például jelenlő, vagy akár Balcson a vezetés, mert itt lenne megkérdezném, mert pénzt kapni és fosztogatni az a legkönnyebb, mert ezen kívül semmit nem tesznek. Tessék, most a termelő, termelés szempontjából, tehát a teremtő erő szempontjából.
Mert hát persze dolgoznak, persze az is lehet meg olvasni a novellában, hogy a szerzetes, ugye a hangyák ott voltak a kertjének a sarkában, ugye összeszedte, elvitte a másik sarokba, csak ugye a hangja visszament, és ő megint visszaordta, és ezt csinálta reggeltől estig. Tehát agyon dolgozta magát reggeltől estig, agyon dolgozta magát, na de ez nem teremtően. Na már most. Tehát, hogyha a nem kerül visszafizetésre, és növekszik az a rész, tehát akár személyállományba, akár bérbe, akár hogyan, akkor csak probléma. Nem, mire képes? Kérdezzék meg. Nincs önálló teremtője. Mi történik? Mi a legkönnyebb, ami történik? Eladjuk azt, ami van. Na de abból megint nem az egykerekű kocsit építő, vagy a kétkerekű kocsit építő egyszerű ember fog hozzájutni. Tehát ő már még rosszabb helyzetbe kerül, addig, amíg, aki eladja ezt a vagyont, akármilyen utóbb módon, az megint csak egy bizonyos ideig föl tudja magát tartani. Utána minden eladódik, mi történhet? Kérdezzék, tehát ott, ahol a teremtő erőt megbecsülik, oda azt mondják, hogy hát, ezek itt nehogy éhen pusztuljanak, adunk neki munkát, és kérdezzék, tehát mit tud csinálni? Kénytelen magó pénzért elvállalni azt a munkát, amit éppen felajánlanak neki. Hát jelenleg Magyarországon ez történik. Na most remélem mindenki megértette, hogy én miért mondtam ezt el, amit elmondtam. Nagyon sajnálom, hogy és itt van az a pont, hogy mostan gondoljunk be, hogy engem miért nem szeretnek. Hát most gondoljunk be, egyetlen egy meghívtam ember nem kíváncsi már a Barcsi ugye előjel közül, arra tulajdonképpen ott is elmondtam a miniszter úrnak, hogy, és most ugyanezt elmondom, hogy kérem, ha én miniszter lennék, és kapnák egy ilyen lehet, kettőre gondolni. Egy, ez az ember vagy hülye, vagy valami van benne. És mondtam a miniszter úrnak, hogy kérem, maguk egyikre se voltak kíváncsi. Most gondoljunk be, micsoda nagy képűség, mert nem tudom másra nevezni, micsoda fellengzőség, micsoda magabiztosság, amikor verik szét a környezetet minden adnak el, hogy engem nem érdekel már majd én vagy, ami csak az a jó, amit én megmondom. Hát ez a világ, ez elmúlt. Hát meglátszik, és nem jöttek rá arra, hogy még mindig megy, tulajdonképpen már semmilyen teremtő erő nincsen, fölkarolva nincsen, és akkor közben ugye a lakosság félre van vezetve. Ugye mondtam, hogy nem megyek politikában, hogy elmondom, hogy a teremtő erő. Az, hogy Barcson fürdő létesült, ez nem teremtő erő. Ez leosztott pénzek felhasználása, és valakinek a kiemelt vállalkozása. Az 1 milliárd forintos beruházásból lett 3 milliárd forint beruházás, egy terkápán itt is ugyanúgy, ahogy nem akarom mondtam politikában benne.